A miniszterelnökség közleménye szerint a Fejér megyei városok összesen 1,2 milliárd forintot kapnak a kormánytól. A megemelkedett energiaárak miatt döntött úgy a kormány, segítséget nyújt az önkormányzatoknak annak érdekében, hogy a közszolgáltatások továbbra is elérhetőek legyenek. Székesfehérvár országgyűlési képviselője elmondta, a város közel 238 millió forinthoz jut hozzá, ráadásul ezen felül a kormány az újra nyitott posták működését és az úszoda nyitvatartásának meghosszabbítását is támogatja. Az önkormányzatok azért kapták ezt az összességében 44 milliárd forintot, amiből Székesfehérvár a mi városon 237 millió forintot kap, hogy a megnövekedett energia árak miatt a közszolgáltatásaikat tovább tudják gördülékenyen folytatni. Nem csak ezt kaptuk a kormánytól, hanem kaptuk a lehetőséget, hogy a bezárt posták közül hármat újra nyithassunk, az Öreghegyen, a Feketehegyen és a Maroshegyen. És nagyon jól haladnak a tárgyalásaink a sportállamtitkársággal. Varga Tamás hozzátette, az összeg nagyságát egységes rendszerben az iparűzési adóbevételekből számolták ki. Mint a képviselő fogalmazott, a más városokhoz képest alacsonyabb összeg Székesfehérvár erős gazdaságának bizonyítéka. Iparűzési adó erő képesség egy főre vetített összegétől függött, és ez a nagyon bonyolultan hangzó meghatározás tulajdonképpen azt akarja, hogy mennyire erős Székesfehérvár gazdasága. Dunaújvárosba például ezen számítás szerint közel 650 millió forint érkezik, és 1 milliárd forint feletti összeg jut többek között Kecskemétnek, Pécsnek, Szegednek és Miskolcnak. Debrecenbe érkezik a legmagasabb összeg, 3,2 milliárd forint.